Elővették a puskát, és elkezdtek lövöldözni, meg pisztolyt a védtelen tömegre, ahol ugye gyakorlatilag az úgy nézett ki, mintha valami tömeggyilkosságra készültek volna. Végülis 47 embert lőttek meg, és 6 embert meg halálosan meglőttek itt Marosvásárhely központjában. Igazából fogalmam sincs, hogy ki volt forradalmár és ki nem. És most legyünk őszinték, nem csak az volt forradalmár, aki golyót kapott, vagy aki meghalt, hanem azért én számtalan olyan emberről, fiatal emberről tudok, akiket aznap éjszaka begyűjtöttek otthon, az ágyukból bevitték, jól megverték meg mindenféle, és őróluk nem szól semmi, senki. Úgy értékelték valahogyan, hogy Kolozsvár úgy elvesztődött, mint Erdély főváros. Talán Marosvásárhely vehette volna át bizonyos mértékig ennek az egésznek a helyét, és azt nagyon nem akarták. Tehát gyakorlatilag egy ilyen elriasztási nagy politika is folyt ennek kapcsán, hogy ez a város ne fejlődjön. Tehát maradjon egy kis regionális akármiféle városka, és nehogy már ez úgy akár magyarságnak, akár közösen magyar-románságnak központja legyen. Köszöntök mindenkit a Székelyhon TV-ben, Rostán Szabolcs vagyok. Ismét jelentkezik Nézőpont című műsorunk, képbe helyezünk mindenkit az erdélyi valóságról. Bár a Marosvásárhely fekete márciusaként elhíresült véres események nem 19-én kezdődtek el, tulajdonképpen ekkor gyújtották meg a kanócot, hiszen ekkor került sor a soviniszta tüntetésre, a magyar ellenes atrocitásokra, Sütő Andrásék bántalmazására. Kinizsi Gyöngyét alig 3 hónappal azelőtt, a 1989-es forradalom során lőtték meg Marosvásárhelyen, és sebesüléséből felépülve azután már rádiós újságíróként került a márciusi események sűrűjébe. De hogy miként jutottak el magyarok és románok a pogromig, és azok a marosvásárhelyi lakosok, akik még azelőtt a nacionalkommunista diktatúra ledöntésében együtt vettek részt. Frontváros-e még Marosvásárhely és puskaporos hordó-e Erdély? Ezekre a kérdésekre Kinizsi Gyöngyi nyugalmazott marosvásárhelyi rádiós újságíróval keressük a választ, akinek a hangját a nézőink közül valószínűleg, a székelyföldiek közül valószínűleg nagyon sokan ismerik. Szeretettel köszöntöm műsorunkban Kinizsi Gyöngyit, és örvendek, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszöntöm a kedves nézőket, és természetesen önt is, és köszönöm szépen, hogy meghívtak, és egyáltalán bíznak bennem, hogy valami okosat is tudok mondani ezzel kapcsolatosan. Biztosak vagyunk benne. A marosvásárhelyi események, tehát a fekete március vizsgálata keresztmetszete előtt mindenképpen vissza kell kanyarodni az 1989-es decemberi forradalmi eseményekre. Kettős szempontból is. Ugye akkor még magyarok és románok válvetve, együttműködve mentek, vonultak utcára, és harcoltak a diktatúra ledöntése érdekében, és ugye ön is részt vett ezeken a forradalmi eseményeken. Mi hajtotta akkor önt az utcára a népfelkelés idején? Hát ezt már nagyon sokszor és nagyon sokan megkérdezték. Az igazság az, hogy talán az, hogy elég volt. Elég volt, és szerettem volna egy olyan világot, amilyen tőlünk nyugatabbra, más országokban természetes volt. Úgy elmeséltem egyszer társaságban viccesen, hogy tulajdonképpen azt szerettem volna, hogy olyan német illat legyen itt is, mint amilyen Németországban, és a Németországból érkező csomagokban levő ajándékoknak volt. Na hát természetesen, hogy ez ilyen átvitt értelemben érvényes.
sajnos el kell mondanom, hogy 30 év után sem lett olyan illat, és ami a szomorúbb, hogy Németországnak sincs már olyan illata, mint 89 előtt volt. Igen. Mennyire hitt akkor abban, hogy le lehet bontani azt a diktatúrát, ami ugye évtizedeken keresztül épült ki, és hát gyakorlatilag tartotta félelemben, rettegésben a romániai társadalmat. A hit, a remény mennyiben lehetett akkor realista, úgymond? Természetesen hittem benne, mert ha nem, akkor gyakorlatilag ez egy öngyilkos vállalkozás lett volna. Hát így is majdnem arra sikeredett, de végül is természetesen hittünk benne. Szerettük volna, reménykedtünk abban, hogyha minél többen hallatjuk a hangunkat, minél többen elmondhatjuk azáltal, hogy kimentünk, tiltakoztunk, hogy ebből elég, és valahogy úgy nézett ki, hogy megérett a helyzet arra a világban is, hogy itt is változás történjen. Hisz előttünk azért már ugye megvoltak az első lépések arra, hogy a berlini fal leomlik, ugyanakkor az összes többi ország a úgymond szocialista táborból megtette az első lépéseket afele, hogy változzon valami. Hát mi itt nagyjából az utolsók voltunk, és abban reménykedtünk, hogy igen. Hisz ugyanúgy a Szovjetunióban is, ugye Gorbacsov már évekkel előtte megtette azokat a lépéseket, ami a Szovjetunió, a szovjet hatalom széteséséhez vezetett. Igen, a perestroikát. Hát nálunk azért ugye ez az átmenet, ez véráldozattal is járt. Önt is például azok a decemberi események során meglőtték, megsebesült. Ez hogyan is történt? Hát egyszerűen történt úgy, hogy elővették a puskát, és elkezdtek lövöldözni, meg pisztolyt a védtelen tömegre, ahol ugye gyakorlatilag az úgy nézett ki, mintha valami tömeggyilkosságra készültek volna. Végül is 47 embert lőttek meg, és 6 embert meg halálosan meglőttek itt Marosvásárhely központjában, néhány lépésre innen, ahol most ülünk. A Kultúrpalotától, igen, tehát nem, igen, messze. Igen. És a hadsereg katonái voltak? Hát ki tudja, hogy kik voltak, mert azért az igazság az, hogy a hadsereg katonái, ahol én például elmenekültem a következő golyózápor elől, a kis katona a puskáját nem a tömegre szegezte, hanem a vállán tartotta, tehát magához szorítva a vállán tartotta. Na most szerintem nem az én tisztem és feladatom eldönteni, ha 31 év után még mindig nem sikerült nekik kideríteni, hogy kik voltak azok, akik lőttek, én biztos nem fogom tudni kideríteni. Még akkor is, hogyha ön ugye forradalmár, és tehát erről ugye igazolása is van, és joggal elvárhatná azt, hogy azért fény derüljön arra, még akkor is, hogyha az idő elteltével nagyon kevés remény van rá, hiszen tudjuk, hogy nem csak azokat nem azonosították és nem ítélték el, akik belelövettek mondjuk a tömegbe, vagy végrehajtva egy parancsot belelőttek a tömegbe, hanem azokat sem, akik valamilyen formában felelősen kiprovokálták azokat az eseményeket. Hát ez így van, több kísérlet is volt erre, de soha nem láttam azt az elszánt akaratot, hogy kiderítsék, hogy tulajdonképpen kik is az igazi felelősök. És ezek után már valószínű, hogy valamikor egyszer talán a történészek kiderítik. És így ennyi évtized távlatából miként él önben az, hogy hát végül is forradalmár. És igazi forradalmár, tehát nem olyanok, ugye nagyon sok mindent megéltünk mi Romániában, olyasmit is, hogy rengeteg ember gyakorlatilag csalással jutott különböző ilyen igazolásokhoz. De ön miként éli meg azt ennyi idő távlatában, hogy végül is forradalmár, tehát ott volt az események sűrűjében? Hát valamennyire, hogy mondjam, elégedett vagyok önmagammal, hogy a jó oldalon álltam, még akkor is, hogyha ennek az eredménye egy golyó volt. És az a helyzet, hogy én már olyan néhány hét múlva eltávolodtam ezektől a forradalmi társaságoktól, szövetségektől, tehát gyakorlatilag kiléptem belőlük, mert alanyi jogon is járnak azok a juttatások, azok a megbecsülések, amit a
amit amúgy bizonyos kormányok az évek során megítéltek a forradalmárok számára. És úgyhogy én nekem túlságos, illetve semmilyen kapcsolatom nincs ezekkel a szervezetekkel. Pontosan azért, ahogy említette, hogy már a végén olyan képlékeny dolog lett, hogy igazából fogalmam sincs, hogy ki volt forradalmár és ki nem. És most legyünk őszinték, nem csak az volt forradalmár, aki golyót kapott, vagy aki meghalt, hanem azért én számtalan olyan emberről, fiatal emberről tudok, akiket aznap éjszaka begyűjtöttek otthon, az ágyukból bevitték, jól megverték, meg mindenféle, és őróluk nem szól semmi, senki. Így van, pedig rengetegen voltak ők is annak idején. Ugye a 89 decemberi forradalmi események után következett majd a fekete március, következtek a fekete március. Hát nem az következett, mert tulajdonképpen megvoltak az előjelei ennek már sokkal előbb. Mert miután az emberek a nagy testvériségből és a nagy összeborulásból még szinte fel sem ócsúttak, már voltak bizonyos hangok, akik itt a Kultúrpalotában arról beszéltek, hogy mi magyarok nem vagyunk talán méltók ehhez az egész dologhoz, ami történik ebben az országban, tehát már az első lépések akkor megtörténtek, január elején. Én akkor a kórházban voltam, tehát nem tudok részletesen beszámolni erről, de ez az út vezetett egyenesen ahhoz, hogy megalakult ugye az úgynevezett Vátrá-Romániászka Szövetség, ami gyakorlatilag előre vetítette azt, hogy mi fog történni itt a szűkebb vagy tágabb környezetünkben. Igen, tehát az tény, hogy az úgymond a kezdeti idillnek hamar vége szakadt. Nagyon tehát hamar. A nemzetiségek közötti békés együttélés reménye az hamar szertefoszlott sajnos. Ön szerint mi volt a mozgatórugója majd a márciusi eseményeket kiprovokáló háttér különböző mozgalmaknak, hogyha így fejezhetem ki magam? Számtalan dolog volt, ami ehhez vezetett. Hát emlékezzünk csak vissza a februári néma tüntetésre, ugye az iskolákért. Ami gyakorlatilag ugye az történt, hogy a nagy remények szertefoszlottak, hogy végre valahára önálló iskoláink lesznek, önálló tanintézményeink, a óvodától egészen fel az egyetemig. Ugyanakkor ugye hát itt volt, ami nagyon nagy konfliktust okozott a Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemnek a önállósodási kísérletét abszolút megszüntették. Hát én életemben először és egyetlen egyszer volt olyan, hogy ugye ülő sztrájkkal próbáltuk kikövetelni azt, hogy valóban önálló karként működjön a magyar tagozat, és bizony leköptek, és nem a hodáki paraszt ember, hanem az ott tanuló egyetemista. Tehát millió egy lépés mutatott arra, hogy ebből nagyon-nagyon nagy baj és tragédia lesz. És vajon a románság valóban megrettent például attól, hogy milyen erőt mutatott fel akkor az anyanyelvi oktatás kiépítésért utcára vonuló magyarság? Valóban attól félt, hogy itt szeparatizmus fog történni, esetleg elszakíthatják Erdélyt, vagy erre rájátszott egyfajta propaganda, és tudatosan már provokálta gyakorlatilag a többségi lakosságot, hogy Egyértelmű, hogy rájátszott egy propaganda azért, mert az egyszerű ember, én nem azt mondom, hogy szeretett bennünket, de azért éppen ilyen rettenet nem volt benne, hogy úgy érezze, hogy most akkor vasvillával és mit tudom én mivel kell neki rontani a magyar közösségnek azért, hogy nehogy véletlenül elvegyük Erdélyt, vagy nehogy véletlenül mit tudom én, szeparatizmus történjen itt ebben az egész dologban. Hát végül is március 15-e volt szerintem az, ami aztán a végső gyújtópont lehetett. Én március 15-én nem voltam itthon, mert akkor épp
kézdivásárhelyen vettem részt az első szabad március, úgymond szabad március 15-én, ahol nekem is elállt a lélegzetem, hogy annyi év után is előkerültek a sufniból a szabadságharc zászlói. Mindenki tudta a környező falvakból, hogy hol a helye, hisz katonanép volt ugye határvédő nép, és pontosan tudta, hogy hol kell megállni azon a négyszögletű téren, senki nem irányította őket. Na gondolom, hogy körülbelül ez is egy olyan gyújtópont lehetett, és ennek örültek azok, akik buzdították ugye az egyszerű embert, hogy ne lám, mit csinál, és nézzétek meg, hogy mit tudom én, mennyi magyar zászló lobog, mit tudom én, mi történik itt, majd meglátjátok, hogy milyen szörnyű sorsotok lesz, és stb. Stb. És természetesen, hogy ez volt az egyik kiváltó oka annak, hogy sikerült meggyőzni, nem is a marosvásárhelyieket, tehát azért azt pontosan tudták, hogy azért a szomszéd nem fog jönni és vasvillával főbeverni bennünket, hanem sikerült egy olyan közösséget idehozni, akit teljesen elhülyítettek azzal, hogy itt most elveszik Erdélyt. Igen, és azt is terjesztették, hogy már harckocsik sorakoznak a magyar-román határnál, tehát ilyen hírek is terjengtek, ja, persze, akkor. Hát, igen, és így igen. Alakult ki gyakorlatilag egy olyan hangulat és egy olyan helyzet itt a városban, amit mai fejjel talán nem is lehet felfogni. Hogyan írnál? Tudja, mi a szomorú, hogy fel lehet fogni mai fejjel is. Sajnos az emberek úgy tűnik, hogy a hosszú történelmük során semmit nem tanultak az előzőből. Lehet hiszterizálni. Ó, és a tömeg az nagyon veszedelmes. Tehát, hogyha egyszer azt sikerül elindítani egy kisebb tömeget, az mind a hógolyó. Egyszer csak leér az aljára, és abból már lavina lesz. Úgyhogy szerintem nem olyan nehéz hiszterizálni a tömeget. Hogyha így visszaemlékszik az akkori eseményekre, akkor milyen gondolat kerítette hatalmába annak idején? Tehát a düh. Félt? Düh. A düh. Igen, nagyon dühös voltam, mert mikor visszaérkeztem, akkor jött az első tömeg, akkor történt aznap este, hogy megtámadták az RMDS székházat, és rohangáltunk a rádió és a tér között, hogy azonnal menjenek el onnan, mert jönnek ezek a teljesen feldühödött emberek, és ebből nagyon nagy baj lesz. És természetesen, hogy dühös voltam. Dühös voltam magunkra, dühös voltam azokra, akik ilyet csinálnak a 20. században, hogy szóval barbár módra agyonverünk embereket, azért, mert másképpen gondolkodnak. Aztán rá kellett jönnöm, hogy a 21. században is ezt csinálják. És akkor mire gondolt például, amikor értesült arról is, hogy mi történt Sütő Andrásékkal, ugye ott az RMDS székháznál és 70-ed magával, mi lehet ennek a végkimenetele már, hiszen akkor már durva, brutális atrocitás érte a magyarságot? Igen, hát akkor meg az volt, hogy minél többen menjünk ki a központba, és akkor volt az, hogy talán eljön az államelnök is, hát az is egy balga remény volt, hát butaság volt. Természetes, hogy nem fog ide jönni az, aki az egyik fő felbújtogató ebben az egész ügyben, akár csak a bányászjáráskor Bukarestben, meg szóval sorolhatnánk ezt az egészet. De akkor még valahogy úgy tűnt, nagyon friss volt, ugye, hát alig 3 hónap telt el azóta, hogy úgy tűnt, hogy mégiscsak lesz egyfajta rendszerváltás itt ebben a szerencsétlen országban is, és abban reménykedtünk, hogy talán valamiféle akár látszat megbékélés is lesz, és hát nagyon-nagyon sokan voltunk kint. Családok, gyerekek, iskolák, tehát teledes tele volt a főtér, és azért arra nem gondoltunk, hogy ebből estére ismét valami eszement dolog fog történni, pontosabban úgy késő délután fele kezdődött. Na akkor
fogtam a gyerekeket, akikkel ismerős gyerekek voltak, és akkor elmentem, tehát a helyszínről, és azt mondtam, hogy soha többet az életben nem fogok utcai politizálásba kezdeni. Soha többet. Be is tartottam. Látszott akkor, hogy a hatalomnak, mintha nem állna érdekében az, hogy békés úton itt hamar rendeződjenek a dolgok. De nem is állt érdekében. Azért, mert végül is ugye Marosvás úgy értékelték valahogyan, hogy Kolozsvár úgy elvesztődött, mint erdélyi főváros. Talán Marosvásárhely vehette volna át bizonyos mértékig ennek az egésznek a helyét, és azt nagyon nem akarták. Tehát gyakorlatilag egy ilyen elriasztási nagy politika is folyt ennek kapcsán, hogy ez a város ne fejlődjön. Tehát maradjon egy kis regionális akármiféle városka, és nehogy már ez úgy akár magyarságnak, akár közösen magyar-románságnak központja legyen. Tehát nem véletlen, ami történt ugye a évtizedek során a polgármesteri választásokon is, ugye, hogy gyakorlatilag olyan polgármesterünk volt, nem azt nem mondanám, hogy magyar kisebbség ellen volt, ki tudja, azt nem mondanám. Szerintem a város ellen dolgozott, pontosan beleillett abba a politikába, ami az elképzelés volt ezzel kapcsolatosan. Tehát, hogy semmiképpen ne legyen a magyarságnak és a Székelyföldnek egy erős, gazdasági, kulturális és mindenféle központja. Sikerült is. Tehát gyakorlatilag az a trend folytatódott már akkor a 90-es évek elején, ami ugye kiderült utólag, a 80-as években úgymond tehát tervszerűen működött, hogy szisztematikus betelepítés, hogy az akkor magyar többségű városban... Igen. A folytonosságot betartották. Tehát egészen napjainkig, nagyon remélem, hogy az új városvezetéssel valami előrelépés történik, ha még lehet. Értem. Nagyon sokan úgy vélekednek, hogy a Marosvásárhelyi Rádiónak akkor központi szerepe volt abban, hogy esetleg nem torkolt polgárháborúba az akkori pogrom. Igyekeztünk. Ön belülről például, akkor már rádiós volt, akkor hogy látta? Akkor még külsős rádiósként dolgoztam, mert tanügyben azt a tanévet még végig tanítottam. Hát az igazság az, hogy bármi történt a környezetünkben, az gyakorlatilag valahogyan a Marosvásárhelyi Rádió igyekezett, hát valahogyan elvezetni az élét, a nagyobb bajt, ami bekövetkezhetett volna. De egyfolytában ilyen szikrák voltak. Hát alig, tehát attól elkezdve, hogy nem engedélyezték a második Edda koncertet, hogy akkor is egy akkora tömeg jött oda a Marosvásárhelyi Rádióhoz. Betörtek ugye márciusban a kedves látogatók a rádió épületébe. Magyar újságírókat. De gondolom, kereste. Hogy erről beszélgettek is. Egyébként meg kell mondanom, hogy a román kollégák védtek meg bennünket, hogy nem lett ennek nagyobb baja és tragikus következménye. És úgy egyáltalában a rádió igyekezett mindenféleképpen katalizálni valamilyen módon, levezetni ezeket a rettenetes, dühös ösztönöket. Már úgy értem a magyarság részéről is. Isten őrizzen, hogyha ebből valóban valamiféle fajta nagyobb akció kerekedett volna ki. Nem is kellett. Ez is sok volt. Túl sok. Igen. Utána, tehát az események után a román igazságszolgáltatás kivétel nélkül magyar nemzetiségű és magyar és roma nemzetiségű csodálkozik? Embereket, hát sajnos nem. Tehát akkor én gyerekfejjel szemléltem, én nem értettem a történtekből semmit. Utólag és látva az elmúlt évtizedekben is a román igazságszolgáltatás működését, sajnos nem csodálkozom, de önnek mi a véleménye erről? Ez is azt a narratívát azt közvetítette tulajdonképpen a magyarság, meg ugye a roma lakosság fele, akik egyértelműen kiálltak a magyar közösség mellett, hogy vigyázzatok magatokra. Mert bármilyen igazatok van, nektek úgy sem lehet, úgyhogy egyértelmű volt az üzenet.
Tehát ez is arra utal, hogy ez egy magas szintről megkomponált eseménysorozat volt. Persze. Hát volt néhány háttéranyag aztán évek múlva, például a Hodáki Ibanesti parasztság körében, hát ott volt olyan ember, aki elsírta magát, hogy ezt nem kellett volna csinálni. Na most el tudjuk képzelni, akkor szerencsétleneknek mit mesélhettek rólunk, meg mi volt az, ami őket arra ösztönözte, hogy ide bejöjjenek és ilyesmit műveljenek. Tehát teljes tudatlanság, teljes félrevezetés, hát ha valaki Bolyaiékat keresi, ugye, csak az egyik ilyen legenda szerint, de nem volt legenda sajnos. Így van. Tehát, hogyha tényként kezeljük azt, hogy a kommunista diktatúra elnyomó gépezete örököltette át magát, a Securitate, úgyhogy túlélje azt az átmeneti időszakot, és megmaradhasson intézményként, és így provokálta ki ezeket az eseményeket. Reménykedhetünk-e még abban, hogy... átmentették magukat. Tehát gyakorlatilag sok szempontból jól jöttek az ilyen, és ehhez hasonló, ugye a marosvásárhelyi eseményekhez hasonló bányászjárástól elkezdve minden, az emberek figyelmét teljesen elterelték arról, hogy kirabolták az egész országot. Tehát akik gyakorlatilag ma vezető szereplő, gazdasági szereplők, azoknak jó része az akkori néhány év termésének köszönheti. Átmentettek mindet, amit át lehetett menteni, azoknak, akiknek ők akarták, egyáltalán nem láttunk bele ezekbe a dolgokba, nem is engedték volna, hogy belelássunk. Úgyhogy mindet átmentettek, gazdaságot, politikát, államvédelmi hivatalokat, mindenkit gyakorlatilag. Látott még valakit olyat, hogy azt mondták, hogy na tessék innen a Securitatéről ki van rúgva, vagy mit tudom, az a néhány kirakat per, aki számukra is kényelmetlen, kellemetlen volt a temesvári események kapcsán. Néhány embert elítéltek, aztán meg hogy mi lett velük, egyesek ugye csodálatos módon öngyilkosok lettek, stb. Tehát. És ezzel a tudattal, hogy például maga ez a titkosszolgálat, amit most román hírszerző szolgálatnak neveznek, gyakorlatilag érintetetlen, tehát meg sem próbálták felelősségre vonni azokat, akik akkor mindezt kitervelték és végrehajtották. Hogyan élhet ezzel a tudattal a Marosvásárhely és az Erdély-Magyarország? Szerintem ezt tőlük kell megkérdezni. Mi olyan tudattal élünk, mint amilyen tudattal éltünk azelőtt is, és pontosan tudjuk, hogy soha, tehát ők érintetetlenek. Tehát soha nem fogják őket megbüntetni, és hát ugye az emberek nagy része úgy azt mondja, hogy hát most ezzel a nyugdíjtörvénnyel állandóan azt szajkózták és azt mondták, hogy ezek a hatalmas nagy nyugdíjakat majd jön a liberális párt, és akkor majd helyre teszi. Meri? Nem meri. Tehát tények. Senki nem fog hozzájuk nyúlni. Valamelyest neki fogtak, de nem lehet látni a végét. Ugye az is tény, hogy a Fekete Március nagyon sok sebet ejtett. Én marosvásárhelyi ismerőseimtől hallottam, hogy még az események után éveken keresztül például magyar és román gyerekek, diákok verekedtek egymással, de tulajdonképpen nem tudták, hogy miért. Tehát ilyenek voltak. 30-31 év elteltével begyógyulhatnak-e a sebek? Vagy valamikor? Hát... A sebek talán valamennyire begyógyulhatnak, mert hát azért elég régen történt ez az egész, de tulajdonképpen a tragédia az volt, hogy az én generációmnak nagy része a világ különböző pontjain él, ugye, mert már a 70-es, 80-as években elmentek innen ebből az országból, aki tehette, mert semmiféle perspektíva nem mutatkozott számukra. Na most azért nagyon-nagyon sok barát és ismerős március után, 90 márciusa után
Kisgyermekestől, mindenestől összepakolva egy autóval elmentek, tehát még többen mentek el, és sajnos ez nem következmények nélküli tény, mert rengeteg olyan értelmiségit veszített, akár művelődés terén, akár műszaki téren ez a város, hogy pótolhatatlan. Most látszik igazából, hogy mennyire hiányos ez a közösség. Mennyire hiányzanak az olyan emberek, akik húzó erőt is jelenthetnének ennek a közösségnek. Tehát akkor egy exoduszt váltott ki gyakorlatilag. Igen, mindenképpen, mindenképpen. Sajnos. Mindenképpen. És most mennyiben tekint másként egymásra a román-magyar közösség? A román és a magyar közösség. Hát tehát... szerintem talán valamennyire visszajött az, ami esetleg volt a 89-es események előtt. Tehát udvariasak vagyunk egymással. Tehát azok is esetleg, akik annak idején farkas szemet néztek egymással az utcán. Én mondom, hogy vagy... nem a szomszédaink voltak. Értem, azokkal mondjuk ritkábban találkozik már bizonyára az ember, de van egy átjárás két közösség volt. Között, vagy párhuzamosan Párhuzamosan éltünk, és párhuzamosan élünk ma is. Tehát nagyon-nagyon ritka vannak azért kivételek, mert azért van olyan, akinek van jó barátja, és összejárnak meg, de azért nem igazán az a jellemző. Tehát mindig is párhuzamosan éltünk, és párhuzamosan élünk most is. És akkor a pohár mely felét nézzük mégis? Tehát, hogyha azt vesszük, ugye magyar iskoláink vannak, önálló orvosi egyetem sajnos nincs, tehát mérlegre tehetnénk az elért eredményeket, illetve azt is, amit nem sikerült megvalósítani. Tehát akkor mégis optimisták legyünk, vagy pesszimisták? Legyünk optimisták. Olyan világot élünk, és olyan rettenetes dolgok zajlanak most körülöttünk, hogy talán az a legjobb, hogyha úgy nézzük, hogy ez a pohár félig tele van, és nem úgy, hogy félig üres. És reménykedjünk abban, hogy talán ez a rettenetes bezártság, ez az egész világjárvány, ez a mindenféle baj, ami a világban van, mert nem csak a világjárvány, mert szerintem ennél sokkal tragikusabb dolgok is történnek a világban, ami ide is be fog gyűrűzni, ha eddig nem gyűrűzött még be. Már a gazdasági szempontból értem bizonyos mértékig ezt az egészet, és valahogy próbáljuk meg azt, hogy a jövőben nézve a gyerekeink, az unokáink miatt lássuk csak egy kicsit derűsebben a világot, és próbáljunk egymás felé kezet nyújtani. Ezt talán ezt igyekszik erősíteni az is, hogy ugye több mint egy évtizeden keresztül sajnos nem lehetett elképzelni, hogy ismét magyar polgármester lesz Marosvásárhelynek. Most a tavalyi helyhatósági választások nyomán Sós Zoltán személyében ismét magyar polgármester lett. Igen, és ez el kell változtat a közhangulaton? Igen, és el kell mondanom azt, hogy a román szavazók nélkül nem lett volna. Tehát ők voltak azok most, akik először kezet nyújtottak felénk. Hát fogadjuk el. Ez is egyfajta jel lehet, az annak a jele lehet, hogy azért a normalitáshoz vissza lehet térni, és a normalitásnak úgymond esélye lehet. Hát én nagyon remélem. Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy elbeszélgethettünk a 89-es forradalmi eseményekről és Marosvásárhely Fekete Márciusáról és így az évfordulón. Köszönöm szépen és jó egészséget kívánok önnek. Köszönöm szépen azt is, hogy megtekintették műsorunkat, lájkolják azt, amennyiben tetszett, és viszontlátásra. Köszönöm szépen a hallgatóknak.